Korunk mezőgazdaságának legnagyobb kihívása az időjárási anomáliákkal való küzdelem. Egyenlőtlen csapadékeloszlás és aszály. Az extrém szélsőségek kivédésére változtatniuk kell a termelőknek a technológiájukon a versenyképes gazdálkodás eléréséhez. Az öntözéssel nagy mértékben csökkenthető a környezeti hatásokból eredő kockázat, amely tervezhetővé és profitorientáltá teszi a növénytermesztést. Az Agrotech a linci öntözőrendszer kivitelezésének folyamatát teljes egészében leveszi a gazdálkodó válláról. A partner igényeinek felmérése után megtörténik a táblafelmérés és a gép specifikálása, majd kezdetét veszi az összeszerelés. ...1992-ben alakultunk, és főleg az intenzív kultúrák termesztésével foglalkoztunk akkor is, mai napig is, és ezt tervezzük a jövőben is. Gondolok itt a csemege kukoricára, a zöldborsóra, zöldbabra, cukorrépára, ami ugye öntözés igényes kultúra, igényli is, és meg is hálálja a vizet. Sokáig úgymond idézőjelben küszködtünk azzal, hogy csak csévelődobos megoldással tudtunk öntözni a területeinket. Amikor hallottunk arról a lehetőségről, hogy ugye például a lincinek, egy amerikai cégnek vannak olyan körforgós lineár rendszerei, amikkel jóval hatékonyabban tudjuk megoldani ezeket, akkor egyből felvettük az importőrrel a kapcsolatot. A csévélődobos rendszerekhez képest jóval hatékonyabban tudunk öntözni. Mik a gyakorlati előnyei a linci öntözőrendszereknek? Ezeket a rendszereket távolról is lehet irányítani, tehát nem fontos nekem fizikálisan kint lenni a helyszínen, ami megint csak egy nagyon jó és kényelmes megoldás. Mindamellett nyilván magát az egész folyamatot akár távolról, telefonomról, laptopomról, tabletről, bármiről nyomon tudom követni. És hát úgy tűnik, hogy szépen, egyenletesen be tudja öntözni az adott táblát ez a körforgó rendszer. Biztosan még abban is előnye van, hogy tehát amellett, hogy egyenletesebb tudja a megfelelő, az én általam megszabott csapadék mennyiséget, a megfelelő millimétert kijuttatni, kisebb a szél általi elsodródás is, illetve még ami az időbeni, amennyit tudok vele időben spórolni. Ugye akár azt a luxust is megengedhetem magamnak, hogy mikor nappal nagy meleg van, akkor nem öntözök, hiszen akkor igazából elég kicsi hatékonysága, hanem csak éjszakákra beindítom, és ugye jóval jobban tud hasznosulni. Nyilván a tábláink javarésze nálunk sem az az ideális kocka vagy téglalap alapú, hanem az egyik vége hol keskenyebb, hol szélesebb, hol van benne egy kis csücsök, és ezek a körforgó lineár berendezések ugyan fixen mozognak, ugye van egy adott körpályájuk, ami mozognak, de hál' Istennek van egy nagyon jó találmány, ez úgynevezett corner kar, ami pont abban segít, hogy ezekbe a kiszélesedő részekbe, illetve a kis csücsökökbe ő szépen ki tudja nyitni magát, és akkor oda is elér, illetve még az egész egy végágyúval még meg van spékelve, ami tényleg arra jó, hogy a sarkok, a csücskök sem maradjanak ki az öntözésből.